Sziasztok! Menjünk is tovább, bemegyünk ebbe a kis járatba. Be careful. I don't know what's in there. Oké. Na! Nem, inkább shotit. Ujj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 
hat. Mi? Figyel a csalós formájukat! Nem! kicsit bebánkzódott. Hát igen, modoknál nyilván olyan hibák is előfordulhatnak, ami ugye a gyáriban nem volt benne. Ez mindig benne van a modoknál. Olyan hibát triggerelhetnek. Mi az eredetiben nem volt. Egy újabb PDA. Marcus Stanton. Nézzük, ki ez a Marcus Stanton. This is Mark Stanton, manifest controller currently stationed at Mars City. I'm not sure who to send this to, so I decided to send it to quite a few people. If you're on the recipient list, please take a moment to review this report. It is quite important. I'm very concerned over the shipping procedures out here. I am the manifest controller, and as such, I need to be informed of everything coming in and out of Mars City. Someone here is subverting my position and preventing me from getting data on things being shipped. This is unacceptable. Not only could this reflect poorly on my upcoming review, but this is my job and I'm tired of being out of the loop. I have no idea who keeps telling the shipping crews to allow things in and out without allowing me to produce or procure the manifest, but whoever it is, it must stop. One of the dock workers actually told me to piss off when I tried to stop one of the last containers from going straight to Delta. I immediately filed a report and will follow up with the transit manager next time I see him. End of log. Kicsit mérges volt a Marcus, mert olyan dolgokat műveltek, amihez az ő engedélye kellett volna, de persze nem kérték ki a véleményét. Ez előfordul. Azt mondja David Robbins. Marcus, azok az idióták a mixomon már megint jól megcsinálták. Rendeltem egy szállítmány légkalapácsot, de megint elkeverték a megrendelést. A vége az lett, hogy hoztak több ládányi láncfűrészt, de légkalapács sehol. Mi a francot gondolnak ezek? Mi a fenét kezdenénk egy láncfűrésszel itt a Marson? Nekem lenne pár ötletem. Rögtön vissza fogom küldeni őket, amint tudok rá időszakítani. Nagyra értékelném, ha megsürgetnéd a mixomon a légkalapácsok leszállítását. David Robbins, ipari komplexum. Régei Gerhard. Ha megkaptad ezt a levelet, akkor egy vagy azok közül, akikkel a Marson töltött időszak alatt együtt dolgoztam és hatással voltak az életemre. Azt akarom, hogy tudjátok, el fogom hagyni a Marsot és a UAC-t, hogy más munka után nézek. Még a holnapi nap folyamán elvégzek egy utolsó feladatot a Delta laboratóriumban és utána utazom. Nagyon fogtok hiányozni, és már sokszor gondolok rátok. Tudom, hogy az itt szerzett barátságaim végig fognak kísérni az életem során, és biztos vagyok benne, hogy a kapcsolatokat sikerül majd megtartanom. Amint meg lesz majd az új címem, írok nektek. Remélem, hogy csatlakozni tudtok majd hozzám egy italra holnap este a konyhában. A hajóm november 16-án indul, és nem szeretném kihagyni az utolsó lehetőséget, hogy még egyszer lássalak titeket, akkor holnap este. Aha, mert november 14-én írta. És Duncan válaszolt erre a levélre. Pontosabban nem válaszolt, hanem továbbította. Van valami ötleted, hogy ki lehet ez a srác? Szerintem az a vicces kinézetű lehet az Alpha Laborból, de mindig úgy tudtam, hogy az ő neve Ellen. Te el fogsz menni inni a sráccal? Általában nem mennék el egy ilyen helyre, de ha ő fizeti, és mások is lesznek ott, akkor biztosan jó lesz. Na hát igen, na. Na de érdekesek ezek az alkalmazottak közti beszélgetések, szerintem tök jó dolog ez.
mondtam az előző videóban is, hogy szerintem elég sokat hozzátesz a... a játékhoz. Jaj, de jó, valahol le... nem szabadott volna felállni, nem szabadott volna felállni. Ejha. Na, az arc nélküli ember. Itt az arc nélküli ember. Gyere ide. Nem. Ó. Gépfegyver. Kaptunk egy gépfegyvert. Jaj, de király. Ajaj. Valakit nyúznak. Ott egy imp. Szavasz. Hoppá, kaptunk egy kulcskártyát. Ez egy nagy gyógyszer, ami itt van, amit itt látok. Ha jól emlékszem, ez 50 HP-t emel, de ezt nem akarom felszedni, mert az pazarlás lenne. Managed you. This is Specialist Wilson. My team is gone. They're all dead. I'm running blind here. What are my orders? Over. Specialist Wilson, this is Sergeant Kelly. Stay sharp, son. Move to your last known RP and fortify your position. We'll find you. Na gyere! Nem! Még egy? Gyere ide! Haha! Ott egy drón! A kis pók! Remek! Hallak ám titeket! Pap! És bum a fejbe! Hát te hogy kerülsz ide? Minden oldalról jönnek. Hallok még valakit. Ott van-e? Ó! A fej nélküli ember! Ember? Ember maradvány. Wee, egy git. Ez egy katona lesz. Akinél lőfegyver van. Azért hátráltam. Oh! Akinél gépfegyver van! Nekem akart jönni. Ó, ne. Jaj! Ah! Ide gyere! Itt is egy nagy gyógyszeres csomag. Páncél, nagyon jó. Az ajtó tönkrement. És felszedtem, mert ide nem nagyon valószínű, hogy visszajövünk. Páncélzatunk maximumon van, ezért nem tudjuk ezt felszedni.
Ennyi nem! Az igen. Hát ez nem gyenge. Nem zavarta, hogy lángokban állt. Kipróbáljuk a gépfegyvert, jó? Vagy lehet, hogy nem... Jaj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 
Haha. Megleptük őt is. Ó! Oh! Hello! Szép! Jó, meghízott. Ja, a páncélzatunk tele van, igen, úgyhogy páncélt nem is tudunk fölvenni. De történt, igen! Történjen, nagyon jól állunk. Négy tárnyi van a gépfegyverre, ez nem is rossz. Ha jól emlékszem, 10 tárral tudunk összegyűjteni a gépfegyverhez. Azt a mindegy, de jó hangja van a gépfegyvernek! Ez is sokkal jobb, mint a gyáriban. Ahó! Gépfegyvertöltény, a klip az ugye gépfegyvertöltény. Ha? I. Ahó! Valami... orvosi szobában vagyunk talán? I. Hopp, egy újabb PDA. És itt van egy kabin, egy locker. Sörétek, a sász az a sörétek jelent, söréteket jelent. Pum. Ezeket lehet püfölni. A kólás dobozokat is. Jó móka. Na. Nézzük, mit ír a PDA-nk. Azt, hogy a Mark, nem tudom, hogy kell kiejteni a vezeték nevét. Nézzük meg először az e-mailjeit. Azt mondja, a Jordan Kennedy válaszolt a Marknak. Már kösz, hogy elküldted ezt a jelentést, bárcsak jobb hírekkel is szolgálhatnánk már. Össze fogok fogni a földi kollégákkal, hogy további embereket és felszerelést tudjunk szerezni, és ezzel segítsünk titeket. Itt lent sem tűnik jónak a helyzet. Valószínűleg egy ideig egyedül kell megoldanod a problémákat. Az a javaslatom, hogy pontosan dokumentálj mindent, amit csak tudsz, hogy megtaláljuk a probléma forrását, és az Isten szerelmére gyűjts össze egy rakat fegyvert és elsősegít, ha netán rosszabbra fordulna a helyzet. Örülök, hogy már megtetted a szükséges óvintézkedéseket, és elraktál néhány dolgot abban a kabinban. Remélem, elég lesz. Örülök, hogy leírtad a kódot jelentésben. Biztonságos helyen fogom tárolni. Hát ez tök jó, csak mi a Mark eredeti levelét nem látjuk, amiben a kód van. Mert nem... nincs benne az eredeti. Tök jó. Azt mondja... Mark, hallottam, hogy elhagyod a Marsot. Örülök, hogy több időt tudsz majd a családoddal tölteni, de elég ideges vagyok az itteni egyre rosszabbodó helyzet miatt. Már most is kevesen vagyunk, így még nagyobb veszteség számunkra a távozásod. Ó, ráadásul egy hölgy írta. Egyébként mostanában azt vettem észre, hogy Zack egyre szeszélyesebben viselkedik. Mióta beszéltem veled, nem vagyok benne biztos, hogy olyan érzékeny lennék, vagy elkapott valamit. Esküszöm, ma meg akart harapni.
távol létedben tudnék esetleg valamit csinálni, szara? Meg akart haratni, ez jó. Az egészségügyi csomagokat az orvosi tálóba helyeztem, kód 347, hoppá, 347, 347. Győzelem! Töltényeket kaptunk. Nagy mennyiségű pszichológiai eset. Audio log for Dr. Kasian, currently stationed at Mars City. I've just left the weekly status meeting here in medical. The most prominent topic was the vast number of psychological issues we are seeing as of late. The number of reports indicates that 10% of the overall base personnel have shown symptoms. As many people will not come in for this type of thing, the number of affected personnel could truly be in the 30 to 40% range. It has even manifested itself here in medical. I have several nurses and a couple of good doctors out for related reasons. I'm going to formally request two additional psychiatrists on the next shuttle from Earth. The two we have are being overworked, and the content of their sessions with patients is starting to affect them as well. Dr. Kasian out. Dr. Mark Kasian, at 1547, patient Jonathan Wills was admitted after complaining of insomnia and nausea. According to the nurse, Mr. Wills was calm and exhibited no signs of disorder when he was brought to exam room 5. However, by the time I reached him at 10 after 4, his personality had changed dramatically. When I entered the room, Mr. Wills lunged at me with a scalpel he apparently stole from a supply drawer. With the assistance of an orderly, we managed to subdue and sedate him without injury. Mr. Wills was heavily medicated and could not be diagnosed, but in the 20 minutes he was left unattended, he managed to carve 3 symbols in his arm and cut his own tongue into 2 halves. I can only guess at the cause of his problems. I hope that additional psychiatrists arrive soon. In the meantime, in response to this assault, all medical supplies and armaments will be locked in a secure hospital cabinet with the code 347. Dr. Kasian out. Így van. 347. Azt meg is találtuk az egyik e-mailben. Mi a? Azt hittem, te hallott vagy, öreg! Ez hogy kelt ott föl? Ez horrorjáték, ne ilyet ne kérdezzünk, ugye? Széttört. Kijelzők. Hát ennek a dokinak is lőttek. Íííí! Fúj! Már megint? Ó! Oh. Hamar megadta magát. Azt hittem többet be kell nyelnie. Itt vajon át tudunk? Át tudunk bújni? Igen. Ezekben nem tudunk bemenni, az egyértelmű. Mars Delta Labs leading the way. Union Aerospace. Mi? Bill Tyson. Ő volt talán a Bill Tyson? Nézzük, mit ír a Bill Tyson. Neki is van 2 audiológia. 3 e-mailje van. Nézzük egyszer a november 2-áit. Azt mondja... PFC Hagar. Tyson törzs őrmester. Én voltam a fő támogatója az őrrobotok elhelyezésének. Azt hiszem, eddig bizonyították, hogy nagyon megbízhatóak. Ez ma megváltozott.
Láttam, ahogy két fiú szerel egy robotot a városban. Még csak részben volt összeszerelve, de aktiválták a szenzorait, hogy leellenőrizhessék a munkálatokat. Erre az egyik gyalogost ellenségnek nézve tüzet nyitott rá. Ha lett volna benne töltény, lelőtte volna azt a fiút. Szerencsére a társa gyorsan inaktivizálta. Nem lett volna egyszerűbb azt mondani, hogy kikapcsolta? Na mindegy. Az őrrobot nagyon erős. Talán túlságosan is. Minek kell nekünk ekkora tűzerő Mars City-ben? Eltekintve attól a néhány ritka esettől, amikor a lakosok megőrülnek, nincs sok problémánk. Valóban meg tudják különböztetni, ha valakinek csak rossz napja volt, vagy megőrült? Remélem tud beszélni a tábornokkal, miért valami csúnya dolog történik. Ó, Kelly őrmestertől is kapott egy levelet. Tyson törzs őrmester. Jött egy új ember, hogy helyettesítse Ellent. A következő transporttal érkezik. Töltse ki az űrlapját az első munkájára. És ez az új ember, ez bizony mi vagyunk. A Marine, a név nélküli főhős. Tehát egy Ellen nevű katonát helyettesítünk. Tyson törzs őrmester. A közeledő személyzeti felfrissülés... A közeledő személyzeti frissülés miatt megváltoztatjuk a fegyvertároló kódját a katona állomáson 584-re. Az újkor november 15-én lép életbe. Na! Van még egy kódunk! Általános morál. Audio report on troop morale. Morale here is beginning to drop. It's nothing to worry about yet, since I keep my marines sharp and ready to go. But events at the base are wearing on the troops. There have been a lot of things happening here on the base. I believe the UAC experiments being performed here must be the cause. Out here, they could be experimenting on God knows what. There are quite a few people missing. No marines, of course. It's the civilian population I'm referring to. Bottom line, whatever it is they have going on here has my men on a razor's edge. At this point, there is no cause for alarm. But I am requesting we rotate squads every 90 days instead of every 180. I will continue to report as the situation develops. It is good we have the new Marines en route. Fresh faces will help. Sergeant Tyson, out. Mindjárt meghallgatjuk a másik logját is, amint ezt a csávót itt elintéztük. Egységek érkezésre. Audio report confirming new troop deployments for the Mars City Marine Facility, October 30th, 2145. The new troops will be arriving within a few days. I've started a series of training exercises focusing on close-quarter small weapons combat, as well as instituting mandatory refresher courses on all munitions and weapons in our armory. In response to the large number of security breaches and general feelings of ill will around the base, I've doubled security details, placing two Marines at each checkpoint. This additional presence should help calm things down. I expect that the incoming Marines are not quite as green as the last deployment. They've turned out okay, but some combat experience will go a long way right now. Sergeant Tyson, out. Link-up requested. Video link-up requested. Video link-up requested. Video link-up requested. Connection established. Marine, I can't believe you're still alive. I'm unable to return to Mars City. All passages out of the Delta complex have been blocked. I'm setting up a command post here. I can monitor status reports of the entire base from Delta Central Authority and communicate with other Marine teams. It's your mission to link up with Bravo Team and get that transmission sent. Head toward Alpha Labs. It's the fastest way to find them. I'll update your PDA security clearance from here. Good job, and good luck, Marine. Kösz. Join a Bravo Team in Alpha Labs, go to administration for entry into the Alpha Labs sector. Tehát, találkoznunk kell ezzel a Bravo csapattal az Alpha Laborban. És az adminisztráción keresztül tudunk odajutni. Be tudunk itt? Nem tudunk bemenni. Székeket tudunk rúgdosni. Él! Ha! Nem számítottam rá, hogy lesz itt benne valaki. Enter access code. Ez a... Erre volt egy levelünk.
talán a Bill Tyson írta. Katonai állomás, fegyvertároló, így van, 584. Annak működnie kell. 584. Így van! Na nézzük, mennyi töltényünk van. Jesszus úristen! Hát pisztolyban rengeteg, de hát az a nagyon gyenge fegyver. Hm, nem rossz! Nem rossz, nem rossz. Ez már 8 tár. Igen, ott vettük fel a Tyson PDA-ját. Akkor megyünk erre. Hallottam! Katonák lesznek megint. Hol vagytok? Ez nagyon király ez a fegyver, ezt imádom. Iszonyatosan jó lehet vele messzire is sebzeni, mert pontos, jó pontos, mert jó lehet vele darálni. És még több töltényünk van. Szevasz! Semmi más nincs. Mi? Haha! van még egy, hallom, hallom! Hol vagy? Ott is! De király! Jó, hogy erre alapban nem tudunk menni. Aha, jó. Akkor erre ne is akarjak. Az üvegeket nem lehet áttörni, tehát ezek ilyen ütés és golyóálló üvegek. Csak meg se karcolódnak, egy kis nyom maradott. De a lényeg, hogy nem lehet őket sehogy szétszúzni. De sikerült. Ja, nem ezt, nem ezt, nem ezt. Ilyen szűk tereken, amúgy a Sotiban én egy kicsit jobban bízom. Hallottam megint valamit. Ó, mennyi páncél. Téged hallottalak. Gyere, Jóska. Neki is leesett az álla valamitől. Ezt vajon szét lehet... Na várjunk csak. A tűzoltókészüléket vajon a szét lehet durrantani? Nem. Nem baj. Ha? Ilyen közelről egy ilyen páncél. Armor shard. Marine, if you run across any operational sentry bots, use them. Those guys pack a lot of firepower. Okay, most szólt a Kelly őrmester, hogyha tudunk, akkor használjuk ezeket a sentry botokat, ezeket a pókszerű eddig drónoknak hívtam őket, de mondjuk inkább sentry botok, mert hogy nagyon-nagyon tűzereljük. És az így is van. Hamarosan látni fogjuk a gyakorlatban. The UAC is here to help you. Psychological services are free and confidential. Okay. Aye, aye. Fene volt az előbb. Hirtelen megöregettünk. Ott van egy nagy gyógyszer, az most nem kell, mert maximum van az életünk.
Igazán guszta az a WC. Itt van a Sentry bot! Ott! Ő az! És ő a barátunk, tehát ő segít nekünk. Rögtön megyek, csak felszedem itt a történeteket, amiket... Ugye itt, amikor jöttünk, ez itt le volt zárva, egy katona őrizte, hogy ide nem mehetünk be, most már bemehetünk. Oh! Ingyen kapjuk a töltényeket, úgyhogy nekünk egyesek kell lőni. Szedd már le! Green, you gotta get the Bravo team quickly. They need all the firepower they can get. Sending that transmission is critical to our survival. Igen, igen, igen. Megyünk már, megyünk már. Ja igen, és ha nem megyünk, akkor jön utánunk a Sentry bot, hogy menjünk már. Megyek, megyek, megyek. Tök aranyos, nem? Kisebb hullahegy. És... az mi volt? Jövök, jövök, jövök. És most van maximumon a gépfegyver töltényünk, tehát összesen 600 töltényünk lehet. Mi ugye 10 tárak, ha jól emlékeztem. Szedd le az impet! Szedd le! Adj neki! Na hát ennek a Sentry botnak a pályafutása eddig tartott. Eddig segített nekünk. Gépfegyver töltényünket kimaxoltuk. Nocsak. Administration. Mielőtt lemegyünk a lifttel, vagy föl, vagy akár merre menjen az. Megnézzük, hogy mi van erre. Semmit nem hagyunk ott. Sörét. Még egy PDA. Duncan Matthews. Nézzük csak ki ez a Duncan. 2 levél. Azt mondja... Raytől jött. Ha megkaptad ezt a levelet, akkor egy vagy azok közül, akikkel Marson töltött időszak alatt együtt dolgoztam, és hatásra voltak az életem. Ó, igen, ez a... Ray, igen, ez több emberkénél láttuk, hogy több embernek elküldte. Ezt a levelet már láttuk. USC rendészet, felszerelés igénylés, azt mondja, ez egy válasz, és az eredeti az itt van, amit Duncan írt. Kérlek, küldj a munkahelyemre egy páncélt és egy plazma ágyút némi lőszerrel. A körülményeket figyelembe véve nem érzem magam biztonságban. Nem tudtam aludni, és dolgozni is elég nehéz így. Ha olyan könnyű lenne, akkor szereznék magamnak, de nem túl biztonságos a bázis körül. Ó! Hát ez... csúcs! Nem tudok aludni, mert cserébe kérek egy egyszerű plazma ágyút, hozzatok egyet. Már úgyis annyi van raktáron. Nem egy pisztolyt, vagy egy esetleg egy sörétes... Nem, rögtön egy plazma ágyúval kezd. Tökös a csávó. Megértjük a Mars City lakosságának félelmét és elégedetlenséget. Biztos... biztosíthatlak talán? Hogy nincsen semmi, ami miatt aggódni kéne. A USC biztonsági egysége mindent az ellenőrzése alatt tart. A páncélt, amit kértél, az asztalodon hagytam. Remélem, ettől jobban fogsz aludni. Sajnos egyelőre nem tudjuk teljesíteni a kérdésedet a plazma ágyúval kapcsolatban. Szeretnélek figyelmeztetni, hogy a civileknek tilos a fegyvertartás. Hoppá! Ha még egyszer jelentkezel érte, nem lesz más választásom, jelentenem kell a HR-nek, USC HR-nek. Ha véletlenül találsz némi felszerelést, az kötelességet visszaküldeni USC-nek.
De Duncan maga alatt vágja a fát. Csúcs. Nincs audiolog. Ah, tehát most ide feljöttünk. Ó! Oh. Ide mert nem mehetünk, mert ugye ez tönkre ment az ajtó. Akkor... Level 2, most vagyunk a... Ja, level 2-n, ha? Akkor offices. És menjünk a most az adminisztrációra. Adminisztráció. De ez nem az az adminisztráció, ami a játék elején volt, az ugyanis a recepció volt, hogyha emlékeztek rá. De rögtön kiderül. Ott mozog egy fény. Na hát ezt az adminisztráció következő résztől fogjuk megnézni. Tartsatok velem akkor is. Sziasztok!